Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a kávéházban, ez a kávéházi rendezvú, a vendégem ezúttal pedig Böröc Máté, aki az MCC Szekszárdi központjának, lehet így mondani, vezetője, vagy most már több éve. Köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a lehetőséget, örülök, hogy itt lehetek. Mi is az az MCC, Matthias Corvinus Collegium? Erről is fogunk részletesen beszélni. Egy picit megelőzően, mit csinál ez a szervezet? A Matthias Corvinus Collegium több évtizedre nyúlik vissza a tehetséggondozás területén, illetve annak kapcsán. Igazándiból korábban az egyetemi nagyvárosokban volt aktívabban és fizikálisan jelen az intézmény. 2020-ban gondolta úgy az alapítványnak a vezetősége, a kuratóriuma, hogy a vidéki központokat is beindít, és fizikálisan is jelen lesz különböző megyeszékhelyen. Itt Szekszárdon 2021 őszén indultunk el. A Hunyadi utca 5 szám alatt ez a Volt Sportszékház, Vetőmagház, talán így ismerik többen. Azt az épületet igényelte meg az MNV ZRT-től az alapítvány, állami tulajdonban volt ez az ingatlan, de azért mi szekszárdiak emlékszünk arra, hogy ez az egykoron szebb napokat is megélt ingatlan azért eléggé lepusztult volt. Az MCC-nek egyébként egy missziója az, hogy emblematikusnak mondható épületeket próbál újra tartalommal megtölteni, tehát ott valami értéket képviselni. Így esett egyébként a választás erre az ingatlanra, ami mielőtt mi beköltöztünk, ha jól emlékszem, 7 évig üresen állt. És ott kezdtük el a munkát, egészen, hát ha szabad így fogalmazni, akkor tégláról téglára építkezve, mert hogy a program még annyira nem volt ismert, ez a tehetséggondozó tevékenység. Ahogy nőtte ki magát, ahogy egyre népszerűbbé vált, ugye az ingatlant is fokozatában kezdtük el felújítani. Mára egyébként ott tartunk, hogy gyönyörű szépen néz ki, majd 1500 négyzetméternyi belső teret tudtunk megújítani, több oktatótermünk van, plenáris előadótermünk, és hát több évfolyammal működünk majd, de nem akarom lelőni a poént, mert akkor valószínűleg erről még később fogunk beszélgetni. Igen, ne előzzük meg. Ezt a típusú tevékenységedet azért megelőzte vagy megalapozta egy itt Szekszárdon eltöltött gyerekkor. Hol nőttél fel amúgy a városban, és mi az, ami neked mondjuk meghatározó élményed, így a gyerekkorodból vagy emléked? Mostanában elég sokat gondolkoztam, meg a gyermekeim már olyan korban vannak, hogy már tudok nekik arról mesélni, hogy én merre jártam óvodába, vagy éppen iskolába. Tehát ugyanazokat az útvonalakat járjuk be nagyjából, mint amiket én. 86-ban születtem itt Szekszárdon, és a Bottyánhegyen, a Zöldkert utcában nevelkedtem. Egyébként a szüleim a mai napig ott élnek még, és én, illetve a családommal nem élünk távol tőlük, mi a Klapka utcában élünk, tehát heti szinten járunk azon a területen, amiket említettem. Úgyhogy Szekszárdon jártam a Kadarka óvodába, a Babics iskolába, aztán az érettségi megszerzését követően is úgy döntöttem, hogy a felsőfokú tanulmányaimat is itt szeretném végezni, a PTN diplomáztam, majd a média világában helyezkedtem el, ezt követően pedig több mint 10 évet dolgoztam a Városházán. Voltunk egy időben kollégák is. Így itt van, a Tolna tejtőben. Én is nagyon szép időszak volt, amikor így sokan dolgoztunk akkor szerkesztőként a Tolna tévénél. Miért döntöttél úgy, hogy Szekszárdon maradsz? Mert hogy annyira vonzó egyébként a nagyváros, nem? Vonzó, megmondom őszintén, viszonylag sokat tett heti szinten, manapság heti szinten járok különböző egyeztetésekre, meetingekre a fővárosba. Tetszik az a pezsgés, az a nyüzsgés, ami ott van, amit egy nagyváros így, ha lehet úgy fogalmazni, magával ragadóan tud nyújtani egy fiatalnak, egy középkorú, vagy éppen egy idősebb embernek. Itt most nem kategorizálnék, de
Én úgy vagyok vele, hogyha én reggel elindulok, 7-8 óra környékén, és délután 4-5 órakor lejövök az autópályáról, és meglátom ezeket a dombokat, átjövök a Sió fölött, és közeledek be a városba, akkor engem egyfajta jó érzés fog el. És ez mindig is így volt velem egyébként, tehát én hát azt hiszem, hogy erre mondják azt, hogy egyfajta ilyen lokálpatrióta életérzésem van. Mindig szerettem tenni a városért, szerettem azt, hogyha valami jó dolog történik, mindentől függetlenül. Tehát mindennek tudok örülni alapvetően, ami Szekszárdot előre mozdítja, ami a szekszárdi embereknek jó. És ennek okán többször igyekeztem jó ügyek mellé állni, olyan ügyek mellé, amik karitatív, környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek. És valahogy sosem gondolkodtam azon, hogy innen elmennék. Én itt szeretnék dolgozni, tevékenykedni, és a jövőmet, illetve a gyermekeim jövőjét is, családom jövőjét is itt képzelem el. Van egy egyesület, ez a 7100 a városod. Amikor létrehoztad ezt, mi volt ennek a célja, vagy mi volt az oka, hogy létrehoztál egy ilyen egyesületet vagy szervezetet? Igen, 18-ban jött az ötlet, hogy tized magammal alapítottunk egy egyesületet, a 7100 a Városod Egyesületet, és pont az imént felsorolt gondolatok vezéreltek engem, illetve a tagtársaimat is, hogy különböző környezetvédelmi, karitatív megmozdulásokat tudjunk indítani a városban. Szerettünk volna jót, szépet tenni, közösséget formálni, a fiatalokat egy kicsit a közéletbe, a közéleti témák iránt bevonzani, és alapvetően ez volt a gondolatmenet. A 7100 a Városod szervezet kapcsán én több ilyen valóban karitatív tevékenységre is emlékszem, és ami nekem egyébként anyukaként nagyon szimpatikus, hogy többször is gyűjtöttetek ugye a szekszárdi gyerekkórház vagy gyerekosztály részére. Miért tartott fontosnak a gyerekeket, vagy a gyerekekkel kapcsolatos ilyen típusú karitatív tevékenységet? Nyilván az idő előre haladtával férfiaknál is elérkezik az időszak, amikor egy picit emocionálisabbak lesznek ezen terület kapcsán. Ugye a szülészeten már nekem is volt dolgom, hála Istennek, két gyermekem született itt Szekszárdon, és úgy tapasztaltam, úgy vettem észre, hogy ott azért elkél a segítség. Volt egy jótékonysági rendezvényünk, amin majd 500 000 forintot tudtunk összegyűjteni, és a szülészet, nőgyógyászat akkori vezetőjével egyeztetve memóriás matracokat vettünk, 10-valahány darabot, és ezt át tudtuk adni a szülészet részére, így a kismamák egy picit komfortosabban tudták eltölteni azokat a napokat, akár heteket is, amiket ott töltöttek bent az intézményben. Úgyhogy erre az akcióra én is nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem vissza. Mindig látni téged Szekszárd utcáin a gyerekeiddel és a kutyáddal, aki szintén egy ikonikus egyénisége így a városnak. Hogyan élitek a családi életet? Miért éppen oda költöztél, ahova? Mi volt az, ami ebben motivált, hogy a Klapka utcát választ? Korábban a Béri Balog Ádám utcában laktunk a feleségemmel, tehát ott kezdtük el a közös életet, és egy ismerősöm ajánlott egy ingatlant a Klapka utcában, ez egy Kádár kocka volt, és ezt vettük meg 4 évvel ezelőtt, ez sikerült felújítanunk, és hát egyrészt a szüleim közelsége is azért közrejátszott ebben, ugye ők a Zöldkert utcában laknak, illetve a család másik fele, a feleségemnek a szülei is viszonylag közel laknak, ők pedig a Bartina utcában élnek, így most már utólag mondhatom azt, hogy akár az is szempont lehetett volna, hogy biciklivel, rollerrel, minél gyorsabban a gyerekekkel átérjünk a nagyszülőkhöz. Nagyon szeretem egyébként azt a részt, örülök, hogy ott tudtunk úgymond letelepedni.
valóban nagyon sokat járunk, sétálunk azon a környéken is, a városban is, akár gyerekekkel, de hát a kutyámmal, Lorinnal is, aki egy angol agár, és a közhiedelemmel ellentétben kap enni, de ő ugye egy agár, és viszonylag gyors az anyagcseréje, és ezért néz ki olyan sportosan, áramvonalasan. Úgyhogy egyébként majd minden nap, hogyha az időjárás lehetővé teszi, akkor óvoda után biciklizés, rollerezés, kutyasétáltatás, stb. Tehát így működnek a mindennapok, két kicsi gyerekkel, a 4 éves lányommal, illetve az 5 éves fiammal, ők azért igénylik azt, hogy minél többet jöjjünk, menjünk, és megmondom őszintén, hogy mi a feleségemmel is igényeljük azt, hogy azért a gyerekek valamilyen szinten lefáradjanak a nap végére, úgy mindenkinek könnyebb azért. Azért ez a 4 éves és 5 éves, tehát itt nagyon kevés a korkülönbség. Ez milyen volt az eleje? Igen, hát 1 év, 1 hónap van a 2 gyerkőc között. Kemény volt az eleje, de rengeteg segítséget kaptunk a nagyszülőktől, illetve a nővéremtől, nővérem családjától. Úgyhogy azt mondom, hogy jó szívvel emlékszem vissza mindenre. Most meg aztán már gyakorlatilag majd, hogy összenőtt a 2 gyerek, együtt eljátszanak, pozitív-negatív értelemben, tehát itt a csíntevésekre is gondolok, hogy remekül tudják stumfolni egymást, hogyha valami olyan akcióra készülnek, de nagyon-nagyon cukik, és azt látom, hogy egész jól tudnak egymásra már számítani, tehát igazi kis szövetségesek lettek. A gyerekekkel kapcsolatos tevékenység nem csak a magánéletedben meghatározó, vagy egyesületi szinten, hanem a munkádban is. A Matthias Corvinus Kollégiumban tehetséggondozással foglalkoztok, nagyon sokan járnak hozzátok, rendszeres előadásokat szerveztek ugye felnőttek részére is, és foglalkozásokat gyerekeknek. Mit is csináltok pontosan? Hogyan zajlik egy nap az MCC-ben? Az MCC a nemzetért és a szűkebb közösségükért tenni akaró lelkes fiataloknak ad lehetőséget, fejlődési lehetőséget. Alapvetően általános iskola felső tagozatosok járnak hozzánk, illetve középiskolások. A felső tagozatosok mindig azok tudnak éppen jelentkezni, akik az 5. osztályt kezdik meg általános iskolában, és felmenő rendszerben ők benn vannak egészen 8-ig. És ezt követően bízunk benne, hogy a középiskolás programba is csatlakozni fognak. Egyébként a középiskolásoknál nincs meg ez a felmenő rendszer jelleg, ott 9-10. Osztály gyakorlatilag így egyben képez egy nagy csoportot. És amit említettél, hogy igen, most már 3 évfolyamunk van, mert ugye 21-ben kezdtük, 3 évfolyamunk van az általános iskolásoknál. Itt hasonlóan működünk, mint az iskola rendszer, tehát az iskola évek. Mi is szeptemberben indulunk, akkor van egy kiválasztó hétvégénk. Egyébként a nyári időszakban tudnak hozzánk jelentkezni a diákok, és 25 diákot tudunk felvenni, és velük kezdjük meg a foglalkozást. Azt mondhatom, hogy valóban nagyon népszerű, minimális a lemorzsolódás. Most már a hetedikesek köre kapcsán is mondhatom ezt, ott is a kezdő 25-ös létszámból 22-3-an még bent vannak a csapatban. Nyilván költözés meg egyéb okok miatt azért van némi lemorzsolódás, de a program mindenkinek nagyon tetszik, nagyon lelkesek, és egyébként le a kalappal ezek előtt a diákok előtt, akik az egyébként terhelt közoktatás, egyéb sport, művészeti elfoglaltság mellett még a hétvégéjüket beáldozzák, a szombatjukat azért, hogy eljöjjenek hozzánk. Csupa érdekes dolgot sajátíthatnak el nálunk, olyan jellegű foglalkozásokon, kurzusokon vehetnek részt, amit a normál közoktatás nem, vagy egyelőre még nem tartalmaz. Legyen ez egy egészségügyi tudatosság, ahol az elején megtanulnak sebet bekötözni, a kurzus végére pedig újraéleszteni játékos formában, vagy pénzügyi tudatosság, ahol megtanulják azt, hogy mi az a családi költségvetés, mi az a zseppénz, hogyan lehet vagy nem kell hitelt felvenni, hogyan működnek a bankok és egyéb ilyen
szervezetek, de rengeteg pszichológiai jellegű foglalkozásunk van, ami időmenedzsmenttel foglalkozik, vagy egyéb más témákkal, úgyhogy széles a szortiment. Még egyet behoznék, a Bioszkaland nevű kurzust, azt nagyon szeretik a diákjaink. Ott például sertésszívet boncolnak. Ez unikális egyetek most, de komolyan ott egy sertésszív, és az... Igen. Vagy csirkelábat, vagy valami hasonlót. Én már értem, hogy miért áldozzák rá a szombatjukat arra, hogy ott legyenek az MCC-be, tehát ez itt teljesen érthető. Szerinted ez a típusú közösségépítő tevékenység, mert hogy szerintem ez erősen az, mennyire tud hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok szívesen maradjanak itt Szekszárdon? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alapot tud adni. És az MCC-nek egyébként egy missziója az, hogy nem feltétlenül szeretnél röghöz kötni a diákot. Ugye az MCC-ről azt szoktuk mondani, hogy élethosszig tartó tanulást, fejlődési lehetőséget biztosít. Mert van a fiatal tehetségprogram, van a középiskolás program, és ami egyetemvárosokban működik, az egyetemi program. Ezt követően vezetőfejlesztő képzések vannak, posztgrad képzések, és még hosszasan tudnám sorolni. A külföldi tanulmányutakra adunk lehetőséget, vagy van egyetemi érdekeltségünk Ausztriában, Németországban, Londonban. Tehát azért a nemzetközi jelleget is erősítjük a diákokban, de nem titkolt szándék az, hogy amit említettem is, a nemzetért és a szűkebb közösségünkért tegyenek majd azok a fiatalok, akik most az MCC-ből úgymond kivesznek valamit azért, hogy a saját előre menetelük érdekében tudják azt hasznosítani. Tehát cél az, hogy egyébként ez már el is indult több nagyvárosban, és nálunk is volt már kapcsolatfelvétel jelentősebb cégekkel, hogy valahogy becsatornázzuk ezeket a diákokat, akik nálunk vannak. Mert szeretnénk azt, hogy ők a későbbiekben visszajönnének, akár Szekszárdra, vagy Zalaegerszegre, Szombathelyre, Békéscsaba, vagy ahol éppen ő az MCC-s tanulmányait folytatja. Tehát szeretnénk azt, hogyha ő ott találná meg a számításait. Ez a tevékenységed, meg úgy általában ez a gondolkodás nyilván kell ahhoz, hogy most önkormányzati képviselőjelöltként vagy jelen a közéletben, indulsz az önkormányzati választáson, ami majd ugye június 9-én lesz. Melyik körzetben indulsz, és mi az, ami ennek kapcsán téged motivált? Én a hármas számú választókerületben szerettem volna, és hála Istennek ott is tudok elindulni. Ez az a körzet, ahol tulajdonképpen felnőttem. Ez az otthon. Igen, és ennek a perem kerületén élek a mai napig a családdal. Úgyhogy ez nekem fontos volt. Mi motivált téged ebben, hogy amikor Berlinger Attila felkért, akkor igent mondjál erre a felkérésre? Mi az, amit úgy gondolsz, hogy meg szeretnél itt? Viszonylag sok emberrel találkozom, sok emberrel beszélek, és hát szerintem kimondhatjuk nyugodtan, hogy sokan nem elégedettek azzal a politikával, ami itt az elmúlt években megvalósult a városban. Ennek szemmel látható jele is voltak sajnos, demoralizálódott a közhangulat, emberek nem merik a véleményüket kinyilvánítani, mert tartanak attól, hogy mit mond egy bizonyos csoport vagy érdekcsoport, de most ezeket így félretéve, és tényleg az én missziómról mesélve, beszélve, én szomorúan tapasztalom azt, hogy ha a hétvégén sétálok kutyával, gyerekkel, családdal, stb., akkor nincs élet a városban. Ha belebotlok egy turista csoportba, ők úgy kóvályognak, nem igazán találják a helyüket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a város, ez a térség sokkal többet érdemel.
itt olyan rejtett kincsek vannak, vagy akár a bor mellett, vagy a művészeti, kulturális mi voltunk mellett, amiket ki kellene domborítani. Gondolok itt a Sióra, a Dunára, a Gemencre, vagy tényleg a borra, a borturizmusra, amire szerintem fel kéne ülni, és rá kéne még építeni ezt, azt, amazt. A misszió, és erről már beszélgettem többekkel, vállalkozókkal, képviselőtársakkal, polgármesterjelölt úrral, hogy valahogy a fiatalokat, a fiatal családosokat vissza kellene hozni a városba. Rengeteg az üres óvodai férőhely, több százról beszélünk, 10 évvel ezelőtti adathoz képest. És fontos az, hogy az agglomerációban mi van egyébként, de valahogy el kellene tudni érni azt, hogy a fiatal családosok itt tudjanak ingatlant, lakást, egyebet vásárolni, és itt tudják elképzelni az életüket, a jövőjüket, és a gyerek ide járjon óvodába, általános iskolába, majd esetlegesen a felsőoktatást is itt folytassa, aztán pedig a munkavégzés is Szekszárdon történjen. Úgyhogy mind a mellett, hogy az idősebbek, az idősebb generációt tiszteletben tartva, és azt a munkát elismerve, amit ők letettek már, ahogy felépítették ezt a várost, az ő komfort érzetüket is egyébként javítani. Tehát rengeteg ötlet van a fejemben arra vonatkozóan, hogy mondjuk lakóközösségek részére pályázatot kiírni, arra vonatkozóan, hogy a környezeti rendbetételt egy picit, hogy mondjam, kényelmesebben, jobb technikával tudják megvalósítani. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de eszközbeszerzésekre, vagy vetőmag, virágmag, gerebje, fűnyíró, stb. Mert azért örömmel látom azt, hogy sokan vannak, akik még igényesek a környezetükre, és ők akár tömbházban, most itt, ahol a szüleim élnek fönt a Zöldkert utcában, vagy a Kadarka utcában is rengeteg ilyen törekvést, kezdeményezést látok. Nekik szerintem remek segítség lenne az, hogyha több eszközük lenne, vagy egyéb olyan infrastruktúrális állomány, amivel ezt a munkálatot el tudnák látni. Tehát itt az idősebb generáció kapcsán ez lenne a vízióm, a fiataloknál pedig egyértelműen az, hogy jöjjenek ide a városba, legyenek itt, itt képzeljék el a jövőt, és legyen valami kis pezsgés a városban. Érintett vagy, pici gyerekeid vannak. Mi a véleményed az úszoda kérdésről? Az úszoda kérdés, hát időszerű lesz nálunk is. Igen. Én megmondom őszintén, hogy én nem szeretném más városba vinni a gyerekeimet úszásoktatásra. Az én kisfiam most Tolnára jár egyébként, és azt hiszem egy vagy két éves volt, amikor elkezdődött a... Igen. És most igen. Hét egyébként. Van véleményem egyébként, nem tudom, hogy mennyi a műsoridő, ki tudnám fejteni. Tehát itt azért valljuk be, hogy nyilván voltak olyan döntések, amik nem kedveztek ennek a beruházásnak. Akár beszélhetünk egy kivitelezőről is, vagy beszélhetünk arról is, hogy volt olyan képviselő, aki feljelentette ezt a beruházást, és emiatt is állt azért egy-két évig. Tehát egy olyan beruházásnál, ahol nyomozás van folyamatban egy feljelentés miatt, ott nem fog történni semmi. És lehet azt mondani, hogy XY miatt nem ment a beruházás, vagy nem lett az új kiválasztás, közbeszerzés, stb. Nem. Tehát a projekt föl lett jelentve, ezért is áll több évet. De én nem akarok visszafele mutogatni, nem akarok senkire sem rosszat mondani. Az a lényeg, hogy jó legyen a kapcsolatrendszer. Tehát legyen lobby, és legyenek olyan kapcsolódási pontok, akár miniszterekkel, kormányzati szereplőkkel, hogy el tudjuk juttatni azokat az üzeneteket, amik szükségesek. Én úgy érzem, hogy a munkámból adódóan viszonylag sok miniszter, politikus fordult meg nálunk, és bárki, akinek említettük ezt a dolgot, mindenki próbálta a saját lehetőségeihez mérten ebben lobbizni. Akár itt a Zöldvárosra gondolok, ami sokáig várt egy KFF felülvizsgálatra, amikor már kész volt minden.
Gulyás miniszter úr volt itt nálunk egy előadáson, és akkor még a jegyzővel egyeztetett erről az előadást követően, és utána néhány napra itt volt ez az engedély, ami szükséges volt ahhoz, hogy megkezdődhessen a beruházás. Tehát nyilván abban tud előrelépés lenni, amiről tudnak, hogy szükség van előrelépésre, és ahhoz kell egyfajta kommunikációs tevékenység. Igen, igen. És mire számítasz a körzetedben? Fontosnak tartom a közösségi tereknek a fejlesztését. Itt akár sporttevékenység kapcsán, vagy játszóterek, játszókomplexumok kapcsán. Szerintem el kellene gondolkodni azon, hogy az apróbb játszótereket valahogy beintegrálni egy nagyobba, és bizonyos pontonként egy ilyen nagyobb játszókomplexumot, parkot létesíteni. A városban volt erre vonatkozóan már törekvés, sőt meg is valósult a Barátság utcában. Szerintem nagyon-nagyon jó az a komplexum, ami ott kialakult. Tehát én valami hasonlót tudnék elképzelni a hármas választókerületben, nem egyet, akár többet is. Olyat, ami korszerű játékokkal van felszerelve, mosdó lehetőség van esetlegesen, körbe van kerítve. Szerintem ezek alap, de fontos dolgok, mert hogyha a gyerek jól érzi magát, akkor anyuka és apuka is boldog tud lenni. Fontos nyilván az utak, járdáknak az állapota, fönt a dombon a vízelvezetésnek a kérdése. Van a fejemben rengeteg gondolat erre vonatkozóan, de úgy gondolom, hogy először ezt amit említettem már, ezt a demoralizált közhangulatot kellene valahogy magunk mögött hagyni, és tényleg arra koncentrálni, hogy fejlődés valósulhasson meg a városban. És ne attól legyen hangos a Facebook, meg egyéb fórumok, hogy ki mit csinált rosszul, vagy kinek mi a problémája a másikat. Itt erre már nem kíváncsi senki. Az a fajta közhangulat, amit itt egyesek megalapoztak az elmúlt 2-3 évben, azt felejtsük el. Tehát arra nincs szüksége egyetlen egy szexárdinak sem, én ezt biztonsággal kimerem jelenteni. Az elképzeléseid, szerencsés vagy, ugye abban a körzetben élsz, ahol indulsz, ismered az embereket. Mennyire találkozik a te elképzelésed ezeknek az embereknek az elképzeléseivel? Szeretnék jó néhány fórumot biztosítani arra vonatkozóan, hogy itt még az álláspontokat esetlegesen összetudjuk fésülni, vagy, ami nagyon fontos szerintem, hogy az érveket ütköztetni tudjuk. Mert a párbeszéd és az, hogy egyfajta demokratikus vita legyen emberek között, szerintem az a fejlődésnek és az előrelépésnek egy alappillére gyakorlatilag. Úgyhogy a kérdésre tényleg visszatérve, több szabadtéri fogadóórát, hogyha lehet így fogalmazni, vagy fókuszcsoportos beszélgetést tervezek a közeljövőben, a körzetben, akár kettő, de lehet, hogy hármat is. Fönt a Botjánhegyen egyet mindenképp, ennek már a dátuma is meg lesz lassan, illetve lent a Kadarka utcában a Kadarka lakótelep, illetve a 100 lakásosnak a térségében valahol. Ott is terveznék egy ilyesfajta szabadtéri fogadórát, ahova meg fogom hívni az ott lakókat, és kíváncsian várom a nézeteiket, a gondolataikat, a hozzászólásaikat. Mert jó lenne egyébként az én gondolataim mellett, még egyszer mondom, az övékét is befésülni abba a programba, amit a következő időszakban szeretnék megvalósítani, hogyha a csillagok is úgy állnak majd. Én a tevékenységet, ezt kitartást és sikereket kívánok. A tévénézőkkel bizonyára nyomon fogjuk követni azt, hogy hogyan alakulnak majd ezek a hetek, hónapok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, a nézőknek a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm én is a lehetőséget, minden jót kívánok.